Hamarosan megszületik Tápai Szabina harmadik gyermeke. Már nincs sok hátra, napokon belül világra hozza a harmadik kisbabáját Tápai Szabina. Az EFL kupa győztes egykori kézilabdázó, aki valósággal kivirult a babavárás ideje alatt, ezúttal egy vizsgálatról jelentkezett be az Instagram oldalán. A poszt tanúsága szerint egy CTG vizsgálatot végeztetett el, mellyel a magzat szív működését és a mély összehúzódások erősségét, ritmusát figyelték meg. Szabina a csöpség érkezése előtti utolsó nagy vérvételen is túl van már. Már a finishben, egy kis CTG. A reggelemet itt kezdtem, mert az utolsó vérvételt megcsináltattam, illetve már CTG-n is figyeljük a kisasszonyt, nem sokára indulok tovább a dockinghoz. Tudatta a követőivel Tápai Szabina, aki egy kislányt hord a szíve alatt. Férjével, Kucsera Gáborral, világbajnok kajakozóval, a 7 éves Benit és a 2 éves Millát nevelik. Már nagyon várom, hogy találkozzunk kicsikén. Utolsó hónap. Kíváncsi vagyok, milyen leszel. Bár már van tapasztalatom, de minden gyermekünk más. Mindegyikük egy csoda. Nem kezdem el leírni, mert aki anya, az tudja, milyen érzés. Aki pedig még nem, nem igazán értené, miről beszélek. De anyának lenni a világ legcsodálatosabb dolga. Írta egy korábbi bejegyzésében az egykori kézilabdázó. Nektek milyen véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.